Egy pillanat, rászítétek, hogy lefagyott a kamera. A bögrét most elrejtettem, srácok, hogyha nem baj. Hogy így teljes egészében tudjátok élvezni a dolgokat. Ich habe keine Munition. Ja, ez durva volt. Ez durva volt. Jogos, jogos, Fátán. Hát igen. De ki tudja, hogy mi volt az a lövöldözés ott, amit elrejtettek. Ki tudja? Healerkit is lurkolok egy picit. Sziasztok! Köszi szépen, Vilja, a 8. hónap támogatást. Így újra étköztünk, srácok, peregjenek. Így van, háború fűrész. A csodás háború fűrész játékkal játszunk most. Biztos a kutya lőtte le a nőt? Hát ki tudja? Bármi elképzelhető se ki. Vagy meggyalázta a halottat a kutya. Ez itt a V-óra. Augusztus 1-e. Hát mondhatni Varsóra, így van. Hát nyomassuk a tutoriát. El kell érni a rejtek helyet. Legalábbis ez lesz majd a feladatunk, ami ott van. Ott vannak a taszkok, vannak akciós... Itt van velünk Jadwiga, Krisztof és Kazimierz. Szóval így van, akciós pontokat költünk majd el. Zseniális. Mehet. Oda. Így kell menni. Jó, fura. Szóval arra ezt gondolom a hideout azt jelzi az a nyilacska. Arra mi van? Tehát arra nem lehet menni, értem. Ott jelzi, hogy mennyi action pointunk van. Belefuthatunk az utcánkon, ellenségbe, lootba, és többféle döntés elé állított minket a játék. Jó. Kell egy kis lőszer, mielőtt csatlakozni tudnánk a fighthoz. Például jelszornó, igen, igen. Köszi. Szóval kaptunk egy csomó lőszert. Tutoriál. Ugye? Short ammo, long ammo, meg heavy ammo. A heavy ammo a legritkább, ahogy látom. Legalábbis azt írja a leírás. Köszi szépen, Aiden, az 5. hónap töretlen támogatásodat. Srácok, pereket ismét a swag. Ó, ott írja egyébként, hogy lesz egy csata, egy event és nulla loot. Zsír. Igen, sok lehetőség, igen. Oké. Kösz. Jó.
A bla bla meg hőbőbő, ugye? Plat, zel, zelazne, brami. Mehet. Oppácski, kakasos, oppácski. Itt ez a tutorial el fogja magyarázni, hogy milyen lesz itt a harcrendszer. Kristófra kattintunk. Lecsekkoljuk, milyen képességei vannak. Kiválasztjuk, hogy kit támadjunk. Ó, tehát vérezhet valaki. Home Army Soldier, tehát ez így nincs kijelölve. Jó, mindegy, akkor őt lőjük meg, mert ő vérezhet. És kevésbé áll ellen a lövésünknek. Hát igen, én őt szeretném. 10%-os vérzés. Ja, tehát őt nem választhatom ki, mert tutoriál van. Tehát a gránátos csávót kell. Már csak egy kell a Vibranium badge-hez. Már csak egy kell a Vibranium badge-hez. Aha, nekem olyannak tűnik Vardemi, tehát hogy így bleedelnek, burnölnek, szupressziózhatnak, meg blindolhatnak a lövéseink. Ott van, hogy mi, hány százalék esély van a kritikára, a dodge-ra, milyen, tehát hogy eltaláljuk egyáltalán, vagy ellenáll. Hát ja. Hasonló valóban. Köszi szépen amúgy, Gabcsi. Köszi szépen a támogatásodat, és hát igen. Kövi hónapban állad is ott fog virítani a Vibranium badge. Azt mondja, sikeres támadásnál staminát vesztünk. Jó. Három staminánk van, akkor az így, azzal így nincsen probléma. Ez tetszik egyébként. Tehát, hogyha használjuk a karaktert, akkor staminát bukunk. És a stamina bukásnak következményei vannak. A pontosság, először pontosságunk 10%-kal csökkent, aztán megnő az összes sebzés, amit bekapunk 20%-kal, és tehát nulla staminának a karakterünket nem használhatjuk. Na azért mennyivel jobban hangzik ez a Vibranium, mint a Platinum? Most komolyan, Plat 2 helyett Vibi 2. Szerintem akár az is lehet, hogy Vibri 2. Hát Vibranium. Én nem Vibinek rövidíteném. Az igen, azt mondta Granate, azt ledobott minket. Nem akartam beírni. Igen, AOE nagyon jó. Ott jelzi, hogy ugye mit. Na, úgyis lesz a AOE képességünk. Tehát Jadvigát választjuk ki, akivel hílelhetünk. Kristoffot fogjuk hílelni. Nagyon jók egyébként a hangok. Megpróbálok. Fura, hogy nem pauzolja le ilyenkor a játékot. Szóval a muzsikán egy kicsit lejjebb húzunk, és így minden máson egy kicsit fejebb tornászunk, hogy így halljátok, hogy miket beszélnek. What? Rányomtam a Save and Exit-re? Hups. Nyugi.
csak azért kezdtük újra, hát ha így sikeresebbek leszünk. Igen, újra hílelünk a karakterünkön. Single shot, és kettőt sebzett a szemétje. El lehet bújni a karakterekkel. Kristóf. Kristófnak lehet azt mondani, hogy jó pozícióba menjen. Szóval azt szeretné a játék, hogy oda mozgassuk? Ja nem, ott... Ah. Hogy... Ja, hogy így. Nem értettem először. Igen, oda mozgattuk. És... Itt még mindig tud támadni? Mi érdekes. Flankelés. Ez tök menő mechanika. Hát betalált Gamcsi, ez egy jó napindítás volt. Tehát az ellenségnek van olyan képessége, amivel előre tudja Kristófot mozgatni. Kazimierz. Igen. Én kiválasztom. Ja, hogy őt, ja jó, azt hittem Kristófot mozgatta előre. Bleedet és burnt tudunk applikálni. Oh. Wow! A popa légy azt mondja. Szóval felbuffoltuk a társainkat, akik most már több eséllyel égetik el az ellenségeiket, illetve véreztetik ki őket. Szia, Dóri, bizony. Így van, a burn és, egy burn és a bleed egy ilyen dot-szerű cucc. A blind... dal kevésbé találjuk el az ellenségeket. És a szupresszió pedig megakadályozza, hogy skillt hajtsunk végre valakin. Elég durva fordításban. Na, Kristóf, mehet a single shot. Nézzük. 25-öt damoltunk bele. És ott van, applikáltuk rajta az égetést. Most meg rám hagyta a tutoriál, hogy csináljak, amit akarok. Most már ez menni fog. Bizony, bizony, Aiden. Már egy jó ideje. Már egy jó ideje érdekel a Switch. Nagyon jó cucc. És mindenféleképpen, ha lesz Switch-em, Zeldázni szeretnék, mert az egyszerűen zseniális, zseniális játék. Három körig lesz felbuffolva a csapat. Burn-nel és a bleed-del. Most hátra mozgatjuk a karakterünket. Oda nem tudjuk, akkor mögé mondjuk. Ott van, hogy 5 HP-ja van. Itt van amúgy, hogy a cover is kap például a sebzésben. Azért jó cover mögé tenni az embereket. Infantry targeteket. Jó, azt hittem, hogy a szupressziót azt hittem, hogy aktiválni fogja majd rajta. Komolyan, Adri? Jesus, én nem is tudtam, hogy ezt ott forgatták.
Ja, de én nem csak vele akarok támadni. Kristóf. Shit. Kristóf, nyom meg neki. 28-as krit a gránátos csókára, 2 HP-a maradt. Na, Kristófunk teljesen kifáradt. Tehát minden körbe, ahogy észreveszem, csak egy karakterre lehet támadni, vagy... Vagy hogy van ez? Csajszival kéne healálnunk rajta. Ez egy elég jó hír volt. Még egyet healálj magadon. Én kezdek, ugye már 3 karakterem van. Full automata. Szóval ezzel csak addig tudunk támadni. Neked van olyan képességed? 21-27 a single shot. Aha. 85% pontossággal 21 és 27 damage-t nyomunk bele. Easy. Hát Szeva szereti, csak nem Szabi nap. Na, rajta applikálták a szupressziót, úgyhogy ezt most meg is nézzük. Valóban nem tudunk képességet használni. Mivel ebben a körben már csak mi fogunk akciózni, így eleresztek egy healt, és a végén lesz egy elég easy killünk. Benéztük. Csúnyán benéztük. Hát, ugye neki nincs staminája, neki lenne, de nem tudunk vele semmit csinálni. Mert ő pont nem tud oda lőni, csak a hátsó embereket tudja átrálni. Hát akkor, várunk. Legalább róla lejárt a szupresszió. De menő volt. Na, tök királyságos, Ereti. Ó, köszi szépen Seki a linket. Viktóriuszosok vagyunk. Na, hogy Szabin vagy, Ereti. A halál végleges, így van. Életbe kell tartani a karaktereinket. És a HP-juk nem töltődik újra automatikusan, úgyhogy nagyon jól csináltuk, hogy egész meccsen figyeltünk erre. Tehát az egész csatában figyeltünk erre, hogy max HP-n maradjanak, mert hát nem lesz HP újra töltés. Ja, értem, Reti. Szia, Matyi. Opácski, Nixi. Nehéz is szerintem. András, vagy nekem ez ilyen Darkest Dungeon, This War of Mine kombónak tűnik. Tudom, nem szabad hasonlítgatni, de így kb. Ez a legjobb megközelítés szerintem. Szóval elérkeztünk a rejtek helyhez, és ezzel véget is ért a tutoriál. Kommendációt kaptunk, amivel lehet szintezni a karaktert. Két karakterünkön majd gyógyítani kell, ha jól látom. Itt van első nap. Uha. Itt vannak a kerületek.
Ja, kicsit arrébb megyek, hogy jobban lássátok a dolgokat. Hopp. Egy rövidke összefoglaló, hogy mit szereztünk és mit vesztettünk. Oké. Nem tudom, hogy ez még így mibe fogja befolyásolni a játék menetét, de gondolom véges a játék hossza, tehát egy idő után el fognak fogyni a nyersanyagok, amikkel így támogatják a csatát, és addig vissza kell foglalnunk a várost a lehetőleg olcsóbb módon. Jézusom, milyen öreg vagy már, Reti. Mármint, hogy a boldogat. Így utólag is. Edem, szia, szia. Mizus, mizus. Adtunk cuccokat, mert kértek, és kaptunk egy kis morált Prágába. Az úgyis maximum volt, de akkor nem kellett volna adni cuccokat, mert akkor lehet, hogy morált bukunk. Hát, jó kérdés, hogy jól döntöttünk, vagy sem. Vissza lehet állítani Trianont, mert akkor az már valami. Ó! Itt vagyunk a hideoutunkon. Oké. Szia, szia, Blade. Ja, most bágos egy kicsit a Twitch chat. Ja, szóval, hogy vannak különböző NPC-k. Gondolom ott a doktornő. Ez olyan, mint a Darkest Dungeon-nek a lobby képe. Például healálni tudunk karaktereket, amire most nincs szükségünk, ha jól látom. Itt tudunk missziókra menni. Különböző helyekre. Ha a monumentumunk eléri a nullát, akkor a felkelést nem tud már a csatába menni, és így a játéknak vége lesz. Mondtam én, hogy véges lehetőségeink vannak. Hát nem is tudom. Prágával próbálkozzunk meg akkor. Jézusom. Nem küldött senki se supply-t, úgyhogy gondolom ezt is majd kell nézni. Te mit csinálsz? A papunk föl tudja támasztani? Ja nem. Meg tudjuk nézni, hogy kik azok az ellenállók, akik meghaltak. Nem tud feltámasztani senkit. Shit. És itt lehet rekrútolni. Zsír. 304 ilyen supply-unk van, és egy rekrútolás 100-ba kerül. Lesz Veronika, meg Adrián is.
Ja, szóval sikerült képeket csinálni, Adri, mert az engem is érdekel. Hát nem tudom, én felfogadnám Teofilt. Vagyis mi? Ja, hogy ők már itt vannak velünk? Én nem tudom most mit csináltam, srácok. De biztos jó lesz. Ez nekem Eleonórának tűnik, de hol van Teofil? Nem lehet tudni mi. Kódex, ez nem érdekel minket. Aztán itt van, hogy milyen cuccokat gyűjtöttünk össze a küldetések alatt. Mit lehet szűrni? Okés. 25%-ot tud gyógyítani a kórházban a nővér minden nap. Hát jó kérdés, Sensei. Legyen már elnevezés? Az igen, türelmetlen. Igen, itt látjuk, hogy a karaktereinknek mik van. Tehát például Kazimírnek van egy DP 27-ese, meg egy Kar 98-a. És ott vannak a képességek is. Ott van, hogy milyen képességek vannak neki per pír berakva, és ezen lehet változtatni is. Tehát más képességeket is rakhatunk be. Mint a Darkest Dungeon-ben. Ó, nagyon durva, Adri. Tök szuper. És ezzel a rankos cuccal lehet, tehát a kommendációval lehet rankolni a karaktereket, ahol például lehet bónusz skilleket adni hozzájuk. Tehát így fejlődnek a karakterek, így lesz több és több képességük, mert mint nem úgy több, hogy egyszerre több tudnak használni, hanem több dolgot tudnak, és azok közül lehet majd váltogatni. Szia, Sziki! Itt legalább működik az emot. Rehype. Köszi szépen, Edem, a 26. hónap támogatás, mint feliratkozott vadász. Srácok, ismét mehet a Swagspam. És köszi szépen, Edem, hogy a Twitch Prime-edet te is rám használtad el. Azt nézem, hogy a fegyverek elhasználódnak-e. Itt van, hogy melyik fegyver milyen lőszert használ. Jó, hát nem tudom, én nekem nagyon szimpatikus a Christopher. Armor penetrációt tud növelni 40%-kal, és dodzsolni tud. Ilyen képességeket tanul meg, és milyen fegyód van? Van neki egy piatya, meg egy kar. Ez érdekes. Ezért hogy nem lőtt eddig? Vagy váltogatni kéne vele? Na mindegy, szóval fejlesztünk rajta. Hogy ne? Konfirmálom. Jó, hogy itt most válasszak is. Milyen képességet akarok? Hát egy az armor penetráció. Á, értem. Kicsit fura ez a rangrendszer, de hát majd megszokjuk. Okés. Szóval én azt láttam, hogy a karaktereink sérültek egy kicsit. De úgy nézem, hogy ebből semmi nem igaz. Ha így végignézek rajtuk. Vannak trétjeik a karaktereknek, ami így nem tudom most így per pill mit csinál. Egy nagantja van a csajszinak, a healerünknek, a supportunknak. Na jó, menjen az a küldetésezési. Új misszió. Ja, hogy ő markolja meg, hogy éppen hova menjünk, értem.
Legyen az. Morál eddig maxos. Ha a kerület morálja 0-0, akkor feladják. Tehát onnantól kezdve nem kapunk onnan semmilyen támogatást, és még küldetésekre se tudunk menni. Bizonyos idő alatt kell teljesíteni ezt a küldit, és... három dolgot kell majd megcsinálni. Csám plusz plusz. Istenem, ledörtél ad. Hát kinek mi? Kinek mi? Kommendáció az kell, meg sérült nehéz fegyverek, adjad. Igen, deploymentnél ugyanúgy kiválaszthatjuk, hogy mit akarunk vinni, mint a Darkest Dungeon-nél. És itt tudunk választani, milyen karaktereket akarunk vinni. Aha, szóval, hogy így kell. Krisztóf. Hát, viszünk mindenkit. Gyere, Teofil, te is jössz. Teofil. Csak 4 karaktert lehet vinni, jó. Hát, Teofil ilyen healer. És heavy a heavy heavy-s, úgyhogy hát visszük őt. Megnézzük, srácok. Jó van, köszi szépen, hogy itt voltál. Na mesélj, prefektor, mi a jó történeted? Itt egy lót. Kilótoltunk egy halott testet. Szia, Rászt! Szervusz, Frentop! Üdv mindenkinek, srácok! Most akkor lehet új nevet adni neki? Megnézem majd. Én nem láttam, hogy lehetne, hogy őszinte legyek, de lehet, hogy nem itt kéne nézni. El kell égetni amúgy a hullák testét. Mármint, hogy el kell égetni a hullánkat, akik így elestek a harcba. Azt például nem tudjuk csak úgy elégetni, mert ott csata lesz. Tegnap ugye szó volt róla, hogy miért nincs hármas stream, és ugye George viccelt egy hosszú leírásra, hogy miért nincs, na azt egy az egyben bekopizta valaki azon el, hogy ez igaz. Ő ezt hallotta. Mit mondott rá az mú? Hát én azt hittem, hogy ebből harc lesz, de így konkrétan nem volt semmi. Ezt a küldetést úgy meg tudjuk csinálni, hogy nem kell harcolnunk. Azt most akkor ez így jó? Hát végül is jó, mert elkerültük a harcokat, és meg tudtuk csinálni a küldetést. Ez tök durva. Ne higgyen el mindent, ami az interneten van. Kéne menni Srodmiescébe, meg Mokotovba. Már ott esik a morál. Ez egy érdekes
kör volt így. Új vér, jött Martin. És itt egy kis lore, amit így lehet olvasgatni, akit érdekel. Ez a térkép mennyire egyezik az igazi Varsóval? Ja, így lootolni is kellett volna, ja. Azért megnéztük, hogy így végig tudunk-e menni harc nélkül. Az egészen. Ja, mondjuk nem néztem meg, hogy most lehet-e átevezni karaktert. No. Nem lehet. Itt van Martin, akinek van molotovja. És egész menő. Egész menő képessége van. Az első négy embert meg tudja lőni. Nagyon, nagyon zsír. Nagyon zsír. Gondolom mindezt a molóval. Na ez kell nekünk, itt esik a morál. Három napunk van rá, és három egységet kell neutralizálni. Jézusom, már jó sokan vagyunk. Így kell egyesével átrakni a csapatot, jó fura. És még azt is tudom mondani, hogy mennyivel több lőszert tegyünk be. Flare-t is tehetnék be. Nem kell. Bandage, az se kell. Nem figyeltem. Az a klassz szerintem Shadow-da van. Szia, Atenk. Na nézd meg ott a kutya. Ó, ez ilyen lángszórósnak tűnik nekem. Csak Teofil. Ez jó volt. Ej, ej! Na most ezt még egyszer. Ó, igen. Ó, igen. Nagyon jó. Nem okoskodunk. Na. Hátrébb kellene mennem ahhoz, hogy tudjam használni ezt a képességet. Vele tudok valamit használni? Ó, ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Kevésbé. Heavy ammóból egyébként kevés van, de... Hát na. Nyomjuk el. Micsoda, hagyjuk már! Resistance-a nőtt, vagy a resilience-a nőtt 40%-kal, de hát attól még nem kéne így viselkednie. Te mász csak át oda? Köszi. És még mindig nem tudjuk... Na végre. Hihetetlen. Nem lehet őt eltalálni. Jó, akkor a fütyülőset próbáljuk.
Mamy frycą popalić! Popalić? Ő is tudott heavyvel lőni, és mivel felbuffoltuk, így a bleed ott lesz rajtuk. Na. A főnök az így meg fog halni. A kutyus kezelőt kéne már csak megölni szerintem. Hát végül is ha lövünk egy ilyet és talál. Hát... ezt nem így terveztem. Nem, tehát ő pont fedezék mögött van. Nyomunk egy first aid-et. Rá. Még eresztünk egy hiat. Nagyon jó! Már csak a kutyus van. Hát úgy néz ki, srácok, hogy meg kell ölni. 6 ammót emész fel ez a lövés. Aha, hát őt, a kutyust azt így pont nem tudjuk. Mondjuk ezzel a képességgel tudjuk. Aha. Patrzeć. 28-as crit heal. Hát muszáj, muszáj srácok megölni. Nem tudunk mit tenni. Hát micsoda kitéréseket nyom a kutyus. Tudom már erre mi a megoldás? Mi? De micsoda? Micsoda? Kamu? Na jó. Na jó. Küld meg! Ez az. Ez a beszéd. Mondjuk nem kéne ennyi heavy ammót elhasználni. Na. Te. Ide jössz, azt így lősz egy kicsit. Hagyjuk már! Hagyjuk már! Mekkora kamu már ez, srácok? Azok mondta, hogy mással nagyon nem is tudok lőni. Igen, Kristóf egy kicsit ki van fáradva. Robbantsad fel! Na végre! Hát, igen. Easy. Hát nagyon durva volt ez a kutyus. Hú, 3 heavy ammót kaptunk és elhasználtunk vagy 20-at. Megérte. Ott van valami akció. Hello, srácok! Hajj! Bizony! Üdv mindenkinek, srácok! Hali, hali! Szóval van most a medikjük. Nagyon tetszik ez a támadás. Negyvenhármas krit? Hagyjuk már. Lesznek bajok. Egy staminába kerül. De kell rajta hílálni. Nem robbanthatunk. Jó. Healer kapja.
Fura egyébként, hogy így osztódik el a csapat. Kár, hogy ezen nem lehet módosítani. Pillanat, srácok. Na, kicsit rászóltam Kalira, mert szét akarta szedni itt a mindenséget. Hátrébb tudunk menni? Sőt, hátrébb is kell mennünk. Oké, Szedó, várunk vissza. Na, nézzük meg. Kristóf, hát hogy is mondjam, elég durván nyomja itt a robbangatást. Teofilt szerintem egy kicsit hanyagoljuk majd ezután a csata után. Igen, igen, Mapko. Veled vártunk el. Mondjuk nem ezt akartam csinálni. Csajszi? Nyomja csak a hílt. Srác. Menjen a hír. Úristen, 7-es dot. Neki még 65 HP-ja van. Hír. A bleedet leszettük, zsír. 16 dam. Hát egy 30 perce vagyok itt, de úgy érzem délután már vékonyabb leszek 20 euróval. Ó, shit, Sziki, akkor legyél itt még több percet, hogy ne érezd magad annyira kifosztva. Hajd! Azt mondja. Na, Kristóf. Az a helyzet, hogy... Hát, próbálkozunk meg ezzel. Nyomatni kell a hiát közben. Szia, Dana! Üdv mindenkinek, srácok! Köszi szépen közben a követéseket mindenkinek. Hát, Sziki... Én egyszerűen imádom a Darkest Dungeon-t. De nem foglalkoztam vele eleget. Az a nagy helyzet. Pedig megérdemelni. Hát még a heal. Nem baj, hogyha 20%-kal több damot kapunk be. 6 ammót használunk azzal el, azzal pedig 3-at. Viszont azzal nem tudunk odalőni. Hát ez így jó nagy szívás. Nem baj, akkor csinálunk egy ilyet. Be lehet, hogy a másikat kellett volna előbb megölni. Mondjuk így. Csak a rózsaszín szobahajtókat lehet nyerni, Dana. Más nincs. Nyílászárok! Édes Isten, Flathead. Teofil, neked nem baj, hogyha sok damot kapsz. Hatodik kör. Nyomjuk Kazimírrel. A fenébe. Hajl! Kazimír, nyomjad neki! Még egy ilyen. Hagyjuk már! Neked hídálni kell magadon. 34-es krit. Na.
Ez de nagy szívás. Át kéne néznem a csapatot, mert így a legtöbb emberünk nem tud előrelőni. Ezekre a karakterekre nem lehet nevezni. Itt nincsen nevezgetés. Na, Kristóf, vagy mi, Teofil. Menjen a heal. Te is nyomjad a healt. És akkor Kazimír. Kazimír ki van fáradva. Hát lehet, hogy hatamót vesz igénybe. Meg lesz ez, srácok, meg lesz ez. Édes Istenem! Na Teofil, menjen a heal. Jó sokáig tartanak amúgy itt a körök. Kazimír meg mindig ki van fáradva. Ó, végre, vége! Loot! Kompassz! Ezt így nem kell valaki ezt betenni? Ja, el lehet józolni. Tehát lassabban fogynak el az action pontok. Hagytok egy kis lootot, HP-t tud visszaállítani, és AP-ba kerül, és három kompasszunk lett közben. Szóval a kérdésre visszatérve, srácok, nem tudom, hogy mennyire hasonlít ez a Varsó térkép helyére. De valamilyen szinten biztos kell hasonlítania. Na, itt lesz valami. Ó, tigris tankok gördültek ki. Biztonságos távolságból követjük a tankokat. Igen. Fel tudjuk robbantani a tankot, mert lelassított, és biztonságosan közel tudtunk hozzá lopózni. Ja, szóval egy tigris tankot elpusztítottunk. Morát szereztünk. Supplyt, viszont három heavy ammo-ba került. Hoppá! Királyságos, prefektor, királyságos! Micsoda egy szarját, az igen, amúgy furcsán, hogy nem lehet átnevezni a karaktereket. De hát ez van, még nem gondoltak rá. Nem gondoltak erre, hogy miért jó a karakter átnevezgetés. Ott van. 30 supplyt gyűjtöttünk be. Azok a karakterek, amik damage-t kaptak be, bizonyos mennyiségű damage-t, azok megsérülhetnek. Szóval kezelni kell őket a kórházba, nem lehet csak úgy folyamatosan missziókra küldeni. A
Loot, loot. Pisztoly. És heal. Hi! Na. Kezdjünk egy olyannal, hogy... Mezdisták, hogy ott van az a... fedezék nekik. Hát mondjuk azt... hogy Kristóf... oda mozog. Verschwinde! Ma nagyon toxikus vagy, Mapko. Buffolunk egyet ezeken a sráncokon. Popa, légy! És mindjárt... mindjárt meg is küldjük őket valami... mókás dologgal. Ott van. Ketten kapták is... Pssst! Innen, Kalácska? Full autót is küldhetünk nekik. De az nem lenne jó. Még egy kis bleedet. Stackkel vajon rajtuk a bleed? Jó kérdés. És Kazimérrel lövünk még egyet. Hát igen. Érezhető, hogy már kifáradt szegény. Na. Most te jössz, Kristóf. Hátrébb mozgunk. És... ó, pedig jó lett volna, ha kivégezzük a healerüket. Megszurkálta az íjászokat, hihetetlen. Rajta van az égetés, úgyhogy meghalhat. Miért nem halt meg? Na ez a beszéd. Szia, Lasli! Jó reggelt mindenkinek! Oké, és... Kristóffal... kéne még egyet lőni, noha kifárad. Nagyon jó, a healerük is elesett. Gránát elhagyjuk már. Na, akkor most jött el... Teofil ideje, méghozzá híleli magát. Nem baj, hogy így előre rángatták. Szerencsére ez a kis csaj bárhonnan tud hílelni bárkit. Még. És... most valakit meg kéne venni. Te vagy már egy szörnyű, Rise. Ha. Nem értem, hogy... ja, nincs ammó. Oh, shit. Ez egy kicsit problémás így. Ahhoz meg nincs elég stamina, mert kettő staminát venne igénybe.
Jó sok ammót használtunk el basszus ennél a missziónál. Na te jössz, te Ophel. Pont, hogy rágyomták a szupressziót. Akkor... szupresszáljuk a gránátost. Na ezt nem tudtam, hogy így pont megszivatom magam, de nem baj. Felbuffoljuk. Ja, nem tudjuk így felbuffolni. És mozogni se tudunk. Hát ez kellemetlen. És még healelni se tudjuk a karakterünket. Akkor várunk. Teofil, küld meg magad egy kis healen. Szia, szia, Willy. Csajszi, te átmozdulsz ide. Fedezékbe. Miért rángatják az embereinket? Itt mehet a buff. Popa légy. Igen, most rossz helyen vagyunk Kristóffal. Küldünk egy robbantásit. Hust. Egy HP-je maradt. Teofil nagy gázba van. Nagy a gáz, srácok. Ó, 28-as crit heal. Szupresszió. Frejezsé. Csajszival lövünk egyet. Hát, nem tudunk lőni. Kellemetlen. Csajszival egyet előre mozgunk. Teofil szupresszával van, úgyhogy vele nem tudunk semmit se csinálni. Jó. Hát nem tudunk semmit se csinálni, mert fogyott a longamunk. Na, Teofil. Ken egy kis sírt a csajszira. Jézusom, kalácska. És a Chaisi így le tudja lőni. Ezt a szemetet. De még mindig itt van nekünk a Rifleman 59 HP-val. Kicsit problémás, de hát... már is jobb. Így már is jobb. Kalácska éppen főz a konyhába, nem tudom, valamit fölborított, ahogy hallottam. Majd mindjárt meg is nézem. Hát, egy hírt tudunk erre leszteni Teofillal. Kb. 9. kör. Teofillal nagyon jót híláltunk. Deada.
ez most kb. Mindegy, hogy őt előre rántották, vagy sem. Ez nagyon gyenge. Egy HP, hihetetlen, hihetetlen mázlista az ellenségünk. Még annyit lehetett volna csinálni, hogy Kazimieren hátrébb mozgunk. De az kb. Mindegy. Ó, igen. Végre sikerült. És kész a misszió. És már csak kilútoljuk őket. És megvan. Megvan minden. Igen, most kell feltankolnunk. Longamóból nagyon sokat. Mert az így most nagyon gyászos. Micsoda inkámok. Micsoda inkámok. Egy pillanat, srácok. Mindjárt jövök. Megnézem, mi újság. Konkrétan a valamelyik felső szomszédunktól leesett egy hogy hívják, lapát. Bárcsak hozna kávét. Na, haladjunk. Hát mozgok közben gyorsan ide. Mehet a Lighting Project? Mennyi morál. Mindenhol. Momentum morálja 100%-on van. Tökéletes. Nem fúrnak. Jövő hét szerda csütörtök lesz a fúrós nap. Ma reggel kalapáltok egyébként, Lasli. Úgyhogy nem voltam annyira boldog. Ezt nem igazán értem. 17 HP-val jött ki. Na jó, megnézzük, hogy milyen embereink vannak. Amiket így el lehetne küldeni misszióra. Charm plusz plusz. Meg kéne nézni a kódexba, hogy ez a Charm++, ez így micsoda?
Nem szereti a gyerekeket. Vá, wow, úgy lehet kódexeket unlockolni, bejegyzéseket, kódex bejegyzéseket, hogyha veterán szintű lesz, meg 5 missziót megcsinálunk. Charm plusz plusz plusz, ez mint a C plusz plusz. Azt hittem megtudjuk, hogy mi ez a charm egyáltalán. Mi újság amúgy Santiago, hogy itt jár? Például lesz olyan képességünk, hogy szövetségest 3 mezőre vissza tudjuk küldeni a frontról. Wow. Meg frissíti a hosszúságát a pozitív státusz effekteknek. Oké, és Dóri. Akkor már nekem is. És van olyan képesség is, ami forszol egy negatív effektet, még hogyha az rezisztálva is lenne. Nem tudom, így tök jó, hogy vannak ezek a rank ápolások, csak így nem látom annyi értelmét, mert képesség a képesség, tehát így ráköltök ilyen kommendációt, kettőt mondjuk erre a Kristófra, azt így 25%-kal nő a sebzésre a frontline targeteknek. Mondjuk ez elég jó. Épp azt akartam mondani, hogy ezek nem tűnnek nekem annyira OP-nak. 3 kommendációt érdemes rájuk költeni, mert ezzel a season-del ér valamit a karakter. Mert így most kiválasztok itt egy képességet, hogy növelni tudja az armor penetrációját 40%-kal, hát ezt így ugye be is kell tenni valahova. Szóval nem tudom, én ezeket így per pill nem érzem OP-nak, de hát majd idővel biztos változik a véleményem. Ó, az jöhet. Jöhet a krémlás, van hozzá egy gyöngyöm. Leves gyöngyöm. Na majd csekkolom. Csekkolom Santiago. Frontline targetes sebzést van, és az a gond Kristóffal, hogy hát így használhat heavy a mót, meg long a mót, és így hát végülis 4-ből 2 képessége frontline-ra is jó. Mi ez a másik? Folyamatosan nő a dodge chance minden egyes találatnál, amit ő bekap. Viszont, amint egy képességet elhasználja, ez a bónusz erezetelődik. Hát akkor már inkább 25%-kal többet sebzünk a targetekre. Adja. Kristóf ennyi AP-ben, 32, jó az. Teofilt meg a többieket miért nem tudom kijelölni? Szóval így... Ők hol vannak? Ezt egy kicsit nem értem. Ez egy kicsit fura. Szóval így ott van. Azt akkor most mi van? Nem lehet rajta változtatni?
Nem lehet őt megszerelni? Martin, hol van? El kell mennem küldetésre, hogy így lássam, hogy hogy állnak az embereim? Mert akkor ezek alapján nem tudok dönteni, hogy ki az, akit elküldjek a kórházba. Most azt mondom, hogy... Kazimír legyen. Ne, szóval így... Értem, itt van négy karakter. És akit rekrútoltam, azzal így nem tudok semmit se csinálni. Na jó, nézzük. Tehát Martin tud lőni sima lőszerrel az első sorokba. Jó, hát akkor egy embert legalább el tudunk küldeni, pihízni. Mondjuk Kazimírt elküldjük pihízni. Neki úgyis kell 3 nap. Oszt, akkor ő úgy fog hílelődni, hogyha itt marad? Kicsit hiányolom ma azt, hogy itt most ezt újra kiírja. Persze valószínűleg már kiírta egyszer, csak nem olvastam el figyelmesen. Gondolom, hogy ha nem küldjük el csatázni, akkor ő hílelődni fog. 17 HP-ja van, elmegyünk egy csatára, azt meglátjuk, hogy majd mennyi HP-ja lesz. Na nézzük. Oda megyünk, ahol kevés a morál. Prágából jön nem kevés inkám. Itt viszont kommendáció. Ja, hogy itt nincs küldetés. Mokotovba megyünk, mert ott jön kommendáció. Meg supply is jön majd. Jó. Akkor... Ja, értem már, tehát itt nem azt mondom meg, hogy kik jöjjenek, hanem hogy milyen elrendezésbe jöjjenek az embereink. Okés. Hát igen, így most már értető a dolog. Azt mondja, hogy Martint betettük oda előre, Kazimír maradt pihenni, Kristóf, te pedig... Hát neked itt hátul kéne lenni valahol. Jadviga, te elől vagy ügyesebb, úgyhogy veled ide jövünk. És végül Eleonórát visszük. Hát összesen 6 long amunk van. Eleonóra, mutasd csak magad. Aha, aha. Jó. Szóval ez az elrendezésünk. Ez lenne. Csak előtte megnézzük, hogy ammót azt így honnan fogunk szerezni. Valaki tud adni nekünk ammót? Lehet venni ammót. Supplier cserélve. Hát ez egy borzalmas üzlet volt. Nem baj, most már van a long ammónk. De jól hangzik, Sansa, egészségetekre. Na, így fog kinézni a csapat. Elpróbálunk nem megdögleni. Na. Valami ilyesmit kéne lőni. Ezzel a kontrollált fire-rel.
Hát, egynek elmegy. Szerencsére fedezék mögött vagyunk. Ó, szegény Chelsea szupresszálva lett. A fedezék. Nekik is van ilyen karakterük. Ajaj. Ajaj, srácok. Hát, ez egy kicsit durva lesz így. Cseréljetek csak helyet, létszik. Oda kéne egyet robbantani. Nagyon jó. Most elereztünk egy hílt. Szerencsére, ha híl, azt mondhatni, ingyen van. Aki coverben van, arra nem lesz olyan pontos ez a támadás. Egyel hátrébb tudjuk őket tolni. Az a helyzet, hogy valószínűleg nekik mindegy, hogy hova toljuk őket. Jól van, szia Miucsi, köszi szépen, hogy itt voltál. Három long amót használunk ezzel majd el. Oh, shit. Egy hármas krites gránát. Na nézzük meg, Martinnal újra. Lövöldözünk. Nem túl effektíven. Ők sejtető volt. Oké, és ez jó lesz. Annak egy lövés kell és meghal. Persze előtte majdnem megöl minket. Chelsea-val healerünk. Jadvigával egyébként. Jézus! Jézus, hát mi volt ez a dam? Jézusom! Hát lehet, hogy Eleonora megdöglik. Egy HP-ja maradt? Jézusom! Jó. Hála Istennek, hogy reloadol. Gyorsan healelünk. Ez nagyon kevés lesz így. Nem robbantunk rá. 5-8 14-17 Hála Istennek. Még gyorsan reszelünk egy kis healt. Kristófra. Nagyon jó. Most ő jön.
Hát, szegény Eleonor elhalálozott. Van ez így. Stamina. Stamina. Kijelölhető, mert a törmelék halom is elpusztulhatott, jelzi, hogy mennyi HP-ja van. Hátrébb kéne tolni egyel. Hát ez azért rossz, mert felfogja a lövéseket. A bizonyos lőszertípusnál. És azért jó, mert ha nálam is van ilyen, akkor nálam is felfogja. Nyilván egy ilyen heavy ammónál nem fog fel semmit, mert nem úgy működik. Fedezék így van. Ez egy egyszerűbb magyarázat volt. Na, oda próbálunk durrantani. Jó. Ez meg is lehet így. Ez meg is lehet így. Oh, kritáltunk. Hú. Nagyon kevés a lőszer. Azt kell megállapítanom. Egy kis lót. Hopp. Egy kis enemy. Egy kis küldi. Krit volt bizony. Van sniper. Van valahol itt egy sniper. Előre küldünk valakit, aki meg tudja határozni, hogy hol lehet a sniper. Martin. Előre küldtük Martint, azt... Meghalt. Ketten meghaltak a csapatból. Jézusom, ez esélytelen. Ez esélytelen. Ez esélytelen, inkább visszajövünk. Két emberrel nekiállni egy csatának esélytelen. Csak úgy fogyatkozik a népességünk. Martin már el is tűnt innen. Hát akkor mehet a rekrútolás. Selina, gyere csak! Mikhail, te is gyere, nagyon jó lesz. Nagyon jó lesz nekünk. Na nézzük ki. Ó, Kazimírnek 68 HP-je lett. Megérte itt maradnia. Viszont így Kristófot kéne pihentetni egy kicsit, mondjuk, kit érdekel, Kristóf, jó vagy így? Na nézzük. 87-es. Aha, 5-ös, aha, meg ide a 4-esbe kéne küldeni embereket. Kristikének pihennie kéne, jöjjön. Ja, itt jelzi is alul, hogy hova érdemes pakolni őt. Gyere, Kristóf. Neked meg Mihály, mindegy, hogy hova megyünk. Ez nagyon jó, hogy heavy-vel lőnétek, de így... Hát na. Ez luxus lenne, ilyeneket engedik meg magunknak.
Neked mindegy, hogy hol vagy, Csajci. Gyere csak ide. Nem, nem csak voltam rá, csak elindítottam azt. Hello. Na, ez így jó lesz. Itt van már rögtön egy küldi. Üzeneteket szállítunk. Hoppá! Oda kell mennünk? Biztos? Van egy kis loot. Ó, 33 short amú. Supply, meg mi egymás. Aha, oda kell majd vinni. Akkor nem biztos, hogy csatáznunk kell. Mert tuti kiabálni fognak. Gyorsan, gyorsan. És nem kiabáltak le minket. Haj! Azt mondta, haj! Újúj, újúj! Újúj! Bum! Ez az! Ez az, Kristóf! Mutasd meg nekik, hogy mit tudsz! Na, te veled leszedjük itt a... Akkor nem veled. Veled? Azt hittem valaki le tudja szedni itt a cuccokat. Lehet, hogy most pont nem osztunk olyan karaktert. Szép az égő erdő? Shredder van. Na. Hílelünk egyet. Kristófa. Egészségedre. Így jó. Granate! Hát az ott ég, nem? Nekem olyan, mint a égne. Kaptás lett a fiú. A buffoltat kéne. Így fékelni. Hát, szerintem még. Nekem azt tűnne logikusnak. Na, ezzel... Leveszünk egy negatív effektet? Igen, leszettük a szupressziót, nagyon jó. Happy! Azt mondja, happy! Na, Kristóf. Mehet! Double kill, Kristóf! Nagyon jó! Nagyon jó! Szép volt, tegyka. Akkor most mehet a heal. Szia, hat is a pék! Üdv, üdv! Na, újabb kör. Őt hátrébb küldhetjük. Nagyon jó. Onnan is még tudsz így lövöldözni? Vissza menjél! Mert 16-os. Ej, ej. Másik... Na, mondom, másik csaj... Másik csajszival kéne hílálni. Úgy, úgy. Na, ez a 22 dam, ez egész korrekt. Kristóf most pihenj egy kicsit.
Nagyon jó, Kazimér, nagyon jó. Két hírt is kéne nyomni ebbe a körbe. Ó, nagyon jó. Nagyon jó, full HP-s. Kazimiren kéne még egy kicsit healálni. Ó, nagyon jó. És már csak Eleonoron, és akkor így meg is vagyunk. Közben eresztünk egy lövést bele. Nagyon jó. Ja, azt hittem meg is halt, bocsánat. Na, egy heal magára. Ó, te jó, hogy az összes, akit bántott volna, arra misszelt. Oksa, mindenki maxon van. Nyomjunk egy ilyet. Mi a helyzet, nós? Oda nem tudunk lőni, csak úgy. Long, long, nem jó, nem jó, nem jó. Hát ha a ammóból kicsináljuk, inkább várunk. Várunk, és Eleonorral... Perfekt! Nagyon szép nem Eleonor, ő meghalt. Selina. Nagyon szép volt Selina. Nagyon szép. Városos történések. Akik itt... itt voltak előrsbe, azt hiszem így hívják. A vezetőjüknek meghalt a fiatalabb, tehát annak meghalt az öccse. Igen. És teljesen össze van törve emiatt. Igen, hát mehet a sármolás. Most már értem, hogy akar a sármnak mi értelme van. Kazimir, nyomd a sármot. Misszió komplítálva. 60 sortam és 2 heavy begyűjtve. Még itt kukucskálunk egy kicsit, srácok. Nem lehet zoomolni egyébként. 8 csata van. 8 csata van itt egyébként még. Végül is fullosak vagyunk, úgyhogy nincs ezzel probléma. Kutyusos bácsi. Jó kezdés, Kristóf, nagyon jó kezdés. Hát ez fontos fizetés, nincs olyan, és így van. Na. Ej, kutyuska! Ti ott cseréljetek csak helyet. Jézusom! Na. Jó lesz. Most mehet a sorba támadás. Egy HP-s maradt. Szia, Rhinosaurus! Üdv mindenkinek! Na. Lövünk egy ilyet rá az egy HP-sre. Tökéletes. Selina nagyon szép volt. Pöti! Mehet egy heal. Nem rá akartam, nem baj. An die Arbeit, Soldat!
Egyel hátra toljuk. Aztán pedig beküldjük oda, hogy egy sorba legyenek. Ki tud olyat? Te tudsz olyat. Nagyon jó. Így is jó. Így is jó, srácok. Neki sajnos 85 HP-je van. Sajsze, azt mondta. A parancs sajsze. Hát, kutyuska. 80% eséllyel szupresszálja az enemit. Beküldtük a fedezék mögé. Shit. És szupresszálta is tényleg. Kutyus, vissza! Shit. Shit. Üdv mindenkinek, srácok. Hali, hali. Nem akarok ilyet használni. Na, most a kutya van szupresszálva. Még ilyen szupresszálást lehetne nyomni. Kis frajezsé. Mehet még? Kis frajezsé. Ő úgyis csak parancsokat osztogatna, nem csinál mást. Jó. Eleresztünk egy hírt. Selinára? Kristófra. Jó, és akkor Selina. Hát igazából most kb. Pihenni kéne. Tauntolni lehet, wow. Izé, akkor menjünk oda. Mi? Ja, aki elől van, azt gondolom tauntolva lehetne. Értem. Jó. Várunk, várunk, srácok. Szupresszáljuk újra a kutyát. És a csajokkal kéne lelőni. Csajokkal kéne lelőni valahogy. Hát, vele nem. Vele hírálni fogunk. Na, Selina, most jössz te. Nem baj. Nem baj, srácok. Kis frajezsé. És most lesz a tuti. Ó, igen. Még egy lövés és meghal. Ja, és így lejön a szupresszió róla. Értem, értem. Na, erre nem gondoltam. Veled nem lehet mozogni, mert szupresszálva vagy. Kutyus! Hihetetlen, hogy a fedezék mindent felfog. Sna pingvin, azt mondja. Na gyere. Kihozzuk fedezék mögül a kutyát. Ellenálló a szemétje. És meg se tudjuk így lőni. Csak hat ammóval. Yes! Na hát ő csak a kutyának parancsol, úgyhogy easy. Azért még egyet hílelünk Kristófon. 37-es krit. Na hát kiderült, hogy ő nem csak izé kutyának parancsolni tud. Na mehet az öldöklés.
Jaj, bocsánat. Szóval lövöldözünk tovább. Oh, nagyon jó. Kéne szupresszálni a csávót. Jó. És a csajokkal meglövöldözni. Egész jó srácok. És várunk. Na még egy. Ó, lehet, hogy fake autolni kellett volna. Végül is. Belefér. Belefér, srácok. És akkor ezt úgy csináljuk, hogy vele nyomunk egy hírt. Ó, és most ő jön. Szarul matekoztuk ki a dolgokat. Oh, shit. Meg lesz ez. Jó. Ebből a körből ő most kimarad. És csak kettőször kell belelőni. Végre. Tehát itt igazából az lett volna a taktika, hogyha megvan a kutyás ember, meg a kutya, akkor a kutyát az folyamatosan szupresszával tartjuk, és megöljük közben a kutyás embert. Mert a kutyás ember, amíg van kutya, addig parancsolgat neki, és nem támad. Most már ezt is tudjuk. Ezt is megtanultuk. Van itt szerintetek valami érdekesség? Valami loot, vagy valami hasonló? Tetszik ez a játék, meg kutyánkat kell ölni. De ő gonosz kutya. De ő gonosz kutya. Nézd meg milyen gonosz. Ott van egy sas a nyakába. Szóval oda kéne robbantanunk. Pöti! Na gyere, mehet egy kutya. Szupresszánás. Ezt el is felejtettem, hogy ilyet is lehet csinálni. Popa légy. Lőjük közben. Nagyon jó, még egyet lövünk. Még egyet. Ja, hogy már új kör van. Ups. Popa légy, oda. Kis frejezsé. Ó, basszus, Kristóf.
tudsz mozogni, és még szupresszálva is vagy. Ez csúnya volt. Holly! Nagyon jó. Kiosztuk őket a cover mögül. Na, a szupresszálások lejártak végre. Vele cserélünk helyet. Pöti! Ne drukkolj a kutyának, Mapkó, nem? Szép dolog. Kutyus szupresszálás. Kis frejezsé. Na most, most lesz a durva. Kristóf! Küldd meg nekik! Pű! A kutya vérzés ellenálló. Mert a frejezsé az ebnek. Na most oda báfolunk egyet. Vagy frejezsézni kéne? Frejezsézzünk! Na, most, hogy ezzel meg vagyunk, hátrébb toljuk. Igen, így. Tökéletes. Tökéletes. Pötti! Jó. És most, hogy nyugi van, hílelünk. Micsoda hél? Hílelünk még egyet. Nagyon jók vagyunk, és már csak Kristófon kéne hílálni. Oda egy szupresszálás. És mehet a heal. Jó. Még egy healt eleresztünk. Stappi! Azt mondja, Stappi! Szia, Mamutkan! Jó. Ezt így elszkippeljük. Mehet a frejezsé. És hátra lövünk. Prüty! A fenébe. Illetve pöti! De konkrétan igen, Mamutkan. Jól látod a helyzetet. Pöti! Még egy pöti! Milyen krit pöti! Na, frejezsé. It's a vinato frejezsé. Igen, ő jött volna. Sajnos vele nem tudunk rá előni. Fenne. És már csak egy lövés kell a kutyusba. Ismét egy frejezsé lesz. Meg is jött hozzá, mármint a világháborúzáshoz, vagy a kutyaöléshez, vagy mihez, vizes nincs akkor, és nem mindegy. Hagyjuk már. Frejezsé! Most. Ne csináld ezt velem, Selina! Ne csináld ezt velem. Tudod mit? Pihensz akkor most egy kicsit. Jó, frejezsé. Frejezsé. Pihi. Szóval, pihi.
Lihi. Még egy frejezsi. Ellenállt a frejezsének? Ups. Végre. Meghalt az Ebb. Az ellenséges Ebb. Na hát akkor kell nekünk rögtön egy olyan, hogy egy frájezsé. Nagyon jó. Ment a frájezsé. Gránáta, oké. Okay. És... Küld meg neki! Illetve... Das wird dir Kraft geben. Nem csinálsz ott semmit. Kristóf? Bum! Bele! Jók vagyunk. Aha, aha. Hát, bum-bum oda. De szép Selina. Hát nem tudom, gondolom lengyel. Vizes Ninja Kovács. Ott kéne nyomnunk Kazimírrel egy ilyet. Egy jó kis frejezsét. Ellenálló lett a frejezsénknek. Popalégy? Mert a popalégy? Nem jó. Kazimír nem tud semmit csinálni, mert kifogyott a staminámból. Nem, skippelni akartam. Na mindegy. Jó. Veled hírálni kéne. Leszedni ott a cuccokat. Negatív státusz effekteket. Ha mi ez a sok égés? Hagyjuk már. Ez full kamu. Na, szóval ott tartottunk, hogy a lövöldözésünk égetést okoz. Rámehetne. Ellenálló az égetésre. Shit. Na hát akkor egy frejezsé. Jó, beadta a frejezsét. Na, mit csináljunk? Még egy lövés, az a gond, hogy ez a lövésünk már nem éget. Hát, tökéletes. Ja, és még mi vagyunk, akkor olyat szeretnék kérni, hogy Selina. Te egy kicsit kenj magadra. Tökéletes. És most szupresszelni kéne a lángos csávót. Frejezsé. Erre fogok kenni egy frejezsé. Jézusom, mik ezek a hangok? Kalácska alszik úgy, hogy nem ő volt. Menjünk hátrébb. Mi? Ja, igen. Istenem, Fredhead, most olvasom, hogy mit írsz. Na. Free kill vagy. Istenem. Na majd most. Hát ez gyengusz, ez nagyon gyengusz. Na,
mert a Frejezsi az égetős csávóra. Zsír. A Darkest Dungeonben, ha egy képességgel sokszor próbálkoztam, akkor egy idő után immunis lett rá. Egyre jobban nőtt az ellenállás. Ebben a játékban még nincs ilyen, ahogy ezt észrevettem. Na jó, próbálkozunk meg egy ilyennel, hát ha... Ja, hogy... Aha. 7. Még egyszer, Krisi! Krisi meg lesz, nem Krisi, ez aki Kristóf. Meg lesz az! Hát jó szar, srácok. Frejezsé. Hát itt nem lesz ellenálló a Frejezsémre. Oksa. Végre. És nem, a lövéstől nem jön le a szupresszió. Pedig azt hittem. Egy jó Frejezsé. Kazimír mindig kell a csapatunkba. Mindig kell egy kis Frejezsé. Nem. Frejezsével kell kezdenünk. Még hátrébb küldjük. Jó. Most pont beküldtük a fedezék megint, de nem baj. Na, viszont ez a lövés ignorálja a covert. Meg lesz ez, srácok. Viszont a következő körben ismét egy jó Frejezsé. És most már Frielo, már csak fel kellene hírálni magunkat. Még Kristófon jelölünk egyet. Ennek be kell találnia, mert egyébként nagy gázba leszünk. Ó igen, srácok. Ismételten győzelem. Na. Hát azért szedtünk össze pár lőszert itt. 140 short ammo, 28 long ammo. Hát ez short ammo-ra szükség is lesz, mert most baromi sokat elhasználtunk. Viszont örülök neki, hogy van ez a Frejezsé, mert így nem annyira gáz az egész. Köszi szépen, srácok. Új vér. Valaki jött megint? Jött Vanda. Hogy is mondjam, srácok? Jó ez a stílus, amit ugye a Darkest Dungeon-nél is láthattunk. Jó ez a téma, amit feldolgoz, viszont nekem olyan kicsit üres a játék. Nem tudom, hogy Early Access státuszban van-e, vagy sem. Gyorsan megnézem. Szerintem nincs. Ja. Nincs már Early Access-be. Hát nem tudom, srácok. 20 euróért nekem ez a tartalom, ami most itt van, ez egy kicsit kevés.
Persze, aki szereti az ilyen stílusú játékokat, lehet, hogy el lesz vele jó sokáig. De így... Hát nem tudom. Így ennyi. Így vannak így eventek, küldetések alatt, ez tök jó. De így ennyi lenne a játék, gyakorlatilag. Ahogy én azt észreveszem. Fura. Nehéz, ugye, hogy is mondjam, utánpótlást szerezni. Valószínűleg ez a játék a jár, hogy ez egy ilyen stílus. Megmondom őszintén, nekem ez a karakterkezelés is egy kicsit fura. Tehát jó lenne együtt látni az összes karaktert, a rekrútokkal együtt, azokat a karaktereket, akiket így egy nap végén, vagy egy nap kezdete előtt kapunk azokkal együtt, mert így elég nehéz eldönteni, hogy mégis melyik karakter az, amit így itthon akarunk hagyni, hogy hílelődjön, és stb. És stb. De ja, ez egy jó stílus, és hogyha foglalkoznak ezzel a játékkal, még reszelgetnek rajta, figyelnek a felhasználói értékelésekre, hogy mi az, ami bántja a népeket, mi az, ami nem, mi az, ami jól sikerült, és mi az, ami nem, akkor ja, akkor ez jó lesz. Idővel, biztosan. Úgyhogy srácok, szerintem ennyi lett volna ez a Warsaw mára, de remélem élveztétek. Mindenféleképpen jó volt ebbe belekukkantani. Én szeretem ezt a stílust. És hát ja, köszönöm a kiadónak, meg nektek is, hogy lehetővé tettétek azt, hogy ezzel tudjak játszani.